amikor március 7-én hazai pályán 68-60-ra verte a DVTK 23-as csapatát a nyíregyházi kosársuli, a játékosok még nem sejtették, hogy az volt számukra a szezon utolsó mérkőzése. Az MKOS bő egy héttel később befejezetnek nyilvánította a bajnokságokat, így az NKS a 7. helyen zárt a 14 csapatot számláló mezőnyben. Nekünk olyan mérkőzéseink jöttek volna, ahol sokkal több lett volna szerintem a győzelem, mint a vereség. Tehát innentől kezdve nekünk ugye ez a bajnoki helyezésünkben is biztos, hogy előrelépés lett volna. Főleg ugye egy nagyon sok hazai mérkőzés az, amiről most per pillanat lemaradtunk. Tehát az utolsó 7 mérkőzésünkből 5 hazai mérkőzésünk lett volna. Tehát ugye az nem mindegy. Tehát letudtuk az összes utazós mérkőzésünket. Ebben az évben a fiatalitás ugye az még gyorsabb ütemben történt az egyesületünknél, ennél az amatőr csapatnál, amit mi szerettünk volna, tehát ugye már most a 2004-esek is lehetőséget kaptak, pontosan azért, mert a következő évre baromi nagy szükségünk lesz arra, hogy ők amatőr NBA-s bajnokságban játszanak. Kettő az, ugye itt a tanulmányok, esetleg sérülések úgy határozták be a csapat életét, hogy muszáj voltunk ezt a lépést is meglépni. Az elmúlt év nyarán a nyíregyháziak úgy döntöttek, hogy bár kiharcolták a bennmaradást a piros csoportban, egy osztályon lejjebb vágnak neki a 2019-2020-as idénynek. Én úgy gondolom, hogy jónak bizonyult ez a döntés, tehát ott azért, ha megnézzük a piros csoportot, ott egyre inkább azok a csapatok kerültek előtérbe, akik a második csapatok, tehát nagyon sok ás játékos játszik le a B csapatokban. Tehát itt, ha reálisan nézve azt a mezőn, itt egy 2-3 győzelemnél többet nem sikerült volna begyűjtenünk, és úgy gondolom, hogy a játékosok fejlődése egyáltalán az, hogy a közérzet, tehát azért nem mindegy, hogy most szoros mérkőzéseket játszom, még ha esetleg vereség is lett a vége, mert ugye nagyon sok olyan mérkőzésünk volt, ahol egy pár ponttal kapott ki a csapat, vagy ugye sikerült olyan csapatokat is megvernünk, akiknek azért, bárhogy nézzük, de azért valószínűleg a piros csoportban lenne a helye. Tehát, hogy akár Szekszárdon, a Szekszárdon egy olyan szoros mérkőzést játszottunk, hogy a végjátékba kapott ki a csapat, vagy ugye a TF-nél 3/4-en keresztül tudtuk tartani magunkat, és az utolsó percben kaptunk ki, vagy ha folyamatosan úgy megyünk bele a mérkőzésekbe, hogy már előre tudjuk, hogy sajnos ennek a mérkőzésnek a kimenetére egy 20-30 pontos vereség. Mivel a Szent Imre gimnázium csarnokát nem látogathatják a játékosok, számukra is az otthoni edzés az egyetlen lehetséges megoldás. Van olyan, akinek van esetleg udvara, van kint kosárlabda palánkja, de ugye sok gyereknek azért ez nem adatott meg. Ebből következik, hogy meg kellett próbálnunk úgy összerakni az edzést, hogy egy olyan feladatsort rakott össze, hogy az erőléti edzünk, hogy az alapálló képességünket, tehát azt valamilyen szinten tudjuk tartani, hogyha netalánten ugye vissza tudnak jönni a lányok a kosárpályára, akkor ne legyenek nagy gondok és problémák. Hogy ez vonatkozik elsősorban a kadettre, a juniorra és az amatőr NB1-es csapatunkra. Farkasinszki Gyuláni elmondta, hogy a kisebbek számára oktató videók és játékos feladatok segítségével próbálják valamilyen szinten pótolni az elmaradó közös edzéseket.